Köszöntöm nézőinket, Önök az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk egy autószerelő műhelybe, foglalkozunk az önkéntes tűzoltókkal, valamint részt veszünk egy születésnapi rendezvényen is. Tartsanak velünk! Autószerelő műhelybe kihelyezett tanórán vehettek részt a váci tanulói. Polgár Tibor műhelyében fogadta leendő fiatal kollégáit. Kettős tömegű lenkerék, landaszonda vagy éppen vezérműtengely. A vácis diákok ezekkel az alkatrészekkel is találkozhattak a kihelyezett tanórán Polgár Tibor autószerelő műhelyében. Szolnoki Benjamin Farkas már egészen fiatal korra óta mutat érdeklődést az autók iránt. Autószerelő szeretne lenni, és mint mondja, nagyon érdekesnek találta a kihelyezett órát. Kiskorom óta érdekeltek mindig az autók, mindig nagyszülőknél bütyköltünk, meg a családom is nagyon biztatott arra, hogy én ebbe az iskolába jöjjek, mert én csak jót hallottam róla. Sok érdekes programunk van, a szakmai tanárok nagyon érdekesen és rátörően adják át a tudásukat. Mindig is érdekeltek az autók, sokat néztem, ahogy apával, esetleg szereltünk otthon motorokat. Egyszerűen tetszik, ahogy legószerűen összeépül az autó, és utána egyszerűen megy. Polgár Tibor alaposan felkészült az általa tartott órára, megpróbált mindent, amit csak lehet bemutatni a vácis diákoknak a 45 perc alatt. Behoztam egy fiatalabb autót a műhelybe, a kettő közti különbséget, hogy régen hogy gyártották le az autókat a mostaniak, hogy vannak összerakva. Egy kis küzdelmet bemutatunk, hogy kell küzdeni egy lengőkart cserébe. Tehát meg azért végigjárjuk a műhelyt, célszerszámokat, egyéb alkatrészeket megmutogatok, hogy legyenek tisztában a fiatalok vele. Örülök, hogy elfogadták egyébként a meghívást. Nem sokan maradnak, az a baj a pályán. Tehát küzdelmes ez, így nagyon szép, nagyon sokan azt hiszik, hogy rádugjuk a számítógépet az autóra, és ezzel meg van javítva. Nem, az esetleg megmondja, hogy mi a baj az autónak, a többit már nekünk kell megoldani. Meg hát azért el kell gondolkodni a fékeken, futóműveken, úgyhogy van itt feladat, és én szerintem van is hiány a szakmában, mert itt kollégákkal szoktam beszélgetni, hát bizony sokan munkaerő hiánya küzdenek. Kiből lesz a jó autószerelő? Aki kitartó. Tehát ez alap. Tehát itt én is itt vagyok reggel 6-tól fél 5-ig, nyomni kell, nincs mese, úgyhogy sajnos másképp nem lehet. Tehát nagyon ki kell, tehát kitartás az nagyon szükséges hozzá. Az invitálást pedig természetesen nagyon szívesen fogadták az intézményben. A váciban kifejezetten népszerű szakma az autószerelő. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy többszörös túljelentkezés van. Most már ugyan nem autószerelőnek hívják, hanem gépjármű mechatronikai technikus az elnevezése. Pont azért, mert összevonták a régi autószerelőt, illetve az autóelektronikai műszerész képzést. De nagyon népszerű ez az 5 éves képzésünk. Itt érettségit és technikusi végzettséget is kaphatnak a tanulók, úgyhogy évről évre egyre többen jelentkeznek szerencsére hozzánk. Polgár Tibor szerint nem véletlen, hogy ilyen sokan akarnak autószerelők lenni, hiszen ahogy mondja, ez egy remek szakma, de azt is hozzátette, hogy aki hosszú távon akar a pályán dolgozni, annak igazán elhivatottnak kell lennie. Tisztújítást tartott a Fehérvári Tűzoltó Egyesület. A régiói elnökkel Kovács Szilvia beszélgetett stúdiónkban a szervezet leendő terveiről, valamint a közelgő ünnepek kapcsán szó esett a tűzmegelőzésről is. Vendégem a stúdióban Koppen Viktor Dávid, szeretettel köszöntelek, és elmondhatom a nézőknek, hogy újra elnökként köszönthetünk. Gratulálok a kinevezéshez. Köszönöm, és köszöntek te is a nézőket is. Mit jelent ez neked egyébként, hogy újra, azt hiszem, hogy ha jól tudom, 5 évre megválasztottak az Egyesület elnökévé. Mi mindent tűztél ki célul a következő 5 évre? Valóban 5 évente van ugye tisztújítás a Fehérvári Tűzoltó Egyesületben. Nekem azt jelenti, hogy folytathatom azt a munkát a társaimmal, a Egyesület tagjaival és az elnökséggel, amit akkor
megálmodtunk magunknak, általában én rövid távú, középtávú és hosszú távú célokban szeretek gondolkodni. 5 évvel ezelőtt 2016-ban, amikor bizalmat kaptam először a Fehérvári Tűzoltó Egyesület vezetésére, akkor elsődleges rövid távú célunk volt az, hogy az önkéntes tűzoltói tevékenységet, a úgynevezett szaktevékenységet elindítsuk. Középtávú cél volt az, hogy ennek minél inkább biztos hátteret tudjunk biztosítani. Hosszú távú cél pedig az volt, hogy fent tudjuk ezt tartani, és megfelelő magas szinten, mint szakmailag, mint pedig technikai felszereltséggel ezt tudjuk végezni. Azt gondolom, hogy az első 5 éves ciklus alatt sikerült elérnünk, hogy elindítottuk ezt az önkéntes tűzoltói tevékenységet, visszakanyarodva egyébként az 1873-as időköz, hiszen Székesfehérváron akkor alakult az első szervezett tűzoltó egylet, aztán abból később ugye lett állami tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság, most megint ugye állami fenntartás alatt működik a katasztrófaidőben belül a tűzoltóparancsnokság, és hát mellette szeretnénk úgy segítséget nyújtani itt a bajba jutott embereknek. Ugye nálunk egy kicsit klasszikusan működik ez a nagyvárosi tűzoltóegyesület lét, hiszen ugye létjósultság akkor egy tűzoltóegyesületnek, hogyha nincs a közelben hivatásos tűzoltói segítség. Megyében ugye nagyon sok olyan tűzoltóegyesület dolgozik, távol Székesfehérvártól a hivatásos tűzoltóparancsnokságtól, hogyha valahol onnan érkezik segélyhívás, akkor az ott lévő helyi önkéntes tűzoltók nagyon gyorsan a helyszínen tudnak érni, meg tudják kezdeni az életmentést, a tűzoltást. Nekünk ugye itt van Magyarország egyik legnagyobb tűzoltóparancsnoksága, tehát nyilván nekünk nem azt jelenti, hogy velük kellene bármiben is versenyeznünk, viszont a fehérvári hivatásos tűzoltók 41 településen járnak a megyébe, és előfordul az, hogy hosszan elhúzódó káreseteken nagyon sokat megye más részein dolgoznak, távol Fehérvártól, és akkor kerülünk mi igazából képbe, akkor tudunk itt segítséget nyújtani, amikor úgymond elmennek a hivatások innen, és természetesen más tűzoltóparancsnokságról érkezik ide segítség, de azt gondolom, az nagyon jó, hogyha helyben is van segítség. Hú, ez jó sokrétű lehet ez a tevékenység, amit nektek végeznetek kell. Hányan vagytok erre egyébként, és most ha jól tudom, akkor új tagokkal bővültetek. Így van, igazából ott kezdtük 2016-ban, hogy nem volt ilyen tevékenység a Fehérvári Tűzoltóegyesületben, ezt akkor megteremtettük, néhányan elkezdtük csinálni. Papíron nyilván többen vannak minden egyesetben, mint akik a szaktevékenységet végzik, egy általános dolog. Közel 32-en jegyzett tagja a Fehérvári Tűzoltóegyesületnek, egy ilyen 12-14 fő, aki aktívan szaktevékenységet tud végezni. De hát ugye ez mindig a szabadidő terhére működik, tehát mindenkinek azért családja, munkája van, nem tud mindig az a 12-14, mert folyamatosan jelen lenni. Ezért hiszen az elmúlt 5 évben sikerült megteremtünk egy olyan infrastruktúrát, ugye, ami úgymond bázisunkon, ahol most már fekvőhelyek vannak, 12 embert el tudunk helyezni, összkomfortos épületben, nagyon sok anyagi támogatást kaptunk, hogy országos pályázatokon, önkormányzati támogatások segítségével megfelelő szakfelszerelésünk vannak, és ezért most már nyitottak vagyunk arra, hogy minél több embert tudjunk vonzani, és akik szeretnének segíteni ilyen módon, azoknak helyet tudjunk biztosítani. Most ezt így végig gondolva, hogy azt mondod, hogy fekvőhelyeket is biztosítotok, és ugye az ember a szabad idejében csinálja ezt, mennyire vállalkoznak erre az emberek? Mert hát azért tényleg ez család, meg munka mellett, ez kb. Elképzelhetetlen, legalábbis egy normál embernek. Pontosan ezért szeretnénk most egy kicsit a fiatalabbak felé nyitni. Azt gondolom, hogy a fiatalabbak fel kell fektetni jövőt, hiszen hogyha meg tudjuk szólítani ezt a korosztályt, esetleg azt a 17-18 éves korosztályt, egyébként 18 éves kortól lehet ilyen önkéntes tűzoltói tevékenységet végezni, alatta pedig hát ugye ifjúsági tűzoltók lehetnek, akik nem klasszikus tűzoltással foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy ha meg tudjuk szólítani ezt a korosztályt, akkor ők úgy lesznek majd kis felnőttek, úgy lesz majd családjuk, úgy lesz majd munkájuk, hogy már tagjai az egyesületnek, már végeznek egy ilyen tevékenységet, és amellé kell majd a saját életüket felépíteni, és nem pedig fordítva, amikor felnőttként érkezik valaki hozzánk, már meglévő családdal, gyerekekkel, munkájával, nyilván sokkal nehezebb. Fekvőhelyekre pedig azért van szükség, mint említettem, hogy kiszámíthatatlan ugye az, hogy mikor mennek el úgymond a fehérvári hivatásos tűzoltók a városba, mikor van esetleg ránk is szükség. Van olyan nagyon sok esetben, hogy ők elmennek akár Csákvár magasságába, ekkor mi egyeztetünk a katasztrófáról, mert tudjuk azt, hogy ők elmentek a városból, szükség lehet ránk, akkor mi kimegyünk, összeszervezzük, hogy ki az, aki ráért, kimegyünk a saját laktanyánkba, és hát erre alkalmasak ezek a fekvők, hogy lehet, hogy hál' Isten, lehet, hogy nem lesz szükség beavatkozás, lehet, hogy nem érkezik akkor Fehérvár területére segélyhívás, de hogyha érkezik, akkor ott leszünk és tudunk segíteni. Na azért ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, hogy már akkor is felkészültök egy esetleges helyzetre, amikor még nincs is a közelében semmi, és ez is a szabad időtökből megy el. Így van. Ehhez egy nagyon nagy fokú elhivatottság kell ehhez a... Igen, ez a szükség, és én említettem a különbséget a vidéki tűzoltóegyesületekkel, klasszikusan egy vidéki településen, ott ugye, hogyha megérkezik az a segélyhívás az adott település vagy a környékről, akkor az ottani önkéntes tűzoltókat hirtelen éri ez a dolog, és ha tudnak ráérnek, mennek segíteni. Nem pedig úgy van, hogy tudjuk, hogy elmentek a hivatásos tűzoltók Fehérvárra, lehet, hogy lesz rá szükség, és ezért egyfajta készültségben szoktunk lenni. Bízunk abban, hogy minél kevesebbszer lesz az embereknek szüksége segítségre, de ezt a felkészültséget csak így lehet, hogyha valaki feláldozza erre a szabad idejét.
A tagfelvétel az hogy történik? Valaki jelentkezik, mi a módja annak, hogy bekerül? Igazából 18 éves kort be kell tölteni, hogy valaki önkéntes tűzoltó szeretne lenni. Egy általános üzemorvosi megfelelőségi papírral kell rendelkeznie, és akkor az Egyesület tagjaként jogosult elvégezni úgynevezett alaptanfolyamot, tűzoltó alaptanfolyamot, ezt mi 40 órásnak hívjuk. Ez általában hétvégenként van, szombaton délelőttönként, 3.-4. hétvégén a vizsgázhat ebből a tananyagból, és akkor ő már jogosult felülni a tűzoltóra. Nyilván ennyi időt nem lehet mindent megtanulni, ez hosszú folyamatos utánképzések és gyakorlatok, felkészülések sora tudja csak meghozni valakinek ezt a tudást, a szakmai tudást, de úgy kell elkezdeni, hogy egy alaptanfolyamot kell elvégezni, és akkor lehet végezni ezt a tevékenységet. Tehát akkor már tűz közelbe kerülhet. Így van. Hölgyek mennyire vannak? Magyarországon lehetőség van hölgyeknek önkéntes tűzoltónk is lenni. Hivatásos szolgáltat tűzoltóságon belül hölgyek nem végezhetnek, jogszabály szerint. Nekünk eddig nem volt példa arra, hogy hölgyek lennének jelentkezők önkéntes tűzoltó egyesületben szaktevékenységet végezni, de tudok a környezetben, a megyéből nagyon sok olyan egyesületet, meg az országban, ahol hölgyek is aktívan részt vesznek, és akár párjukkal együtt, vagy akár csak önállóan, de aktív tagként tudnak menni, és tüzet tudnak oltani. Hát azért azt gondolná az ember, hogy ez kell azért egy fizikum, tehát például, hogy a csövet fogja, vagy a tűzoltó készüléket meg tudja valaki emelni. Hát ugye egyrészt egy bizonyos ilyen lelki teherbírás és szükség van, hogy valaki ezt el tudja viselni, azért olyan helyre menjünk, hogy azt szoktuk mondani, hogy olyan helyre menjünk, ahol mások menekülnek, hogy itt bajba jutott emberekről beszélünk, akár látványról, akár érzésekről, és hát valóban azért a tűzoltó szakfejlesztések nem a könnyű női táskák közé tartoznak, ha szabad így mondani, hát nyilván kell egyfajta fizikum természetesen. Van egyébként ilyen átjárhatóság, hogy mondjuk valaki, aki önkéntes, az mondjuk hivatásos lesz később, vagy ilyesmi? Igen, igen. Mert most nem akarom a rólatok elterelni, csak hogy esetleg, ha valakinek van ilyen álma. Abszolút nem terel el rólunk a szót, hiszen úgy gondoljuk mi is, hogy itt tűzoltóságról beszélünk. Az, hogy hivatásos vagy önkéntes, amikor kint a feladatot végezzük el egy esetleg műszaki mentéskor, az autóból kell valakit kimenteni, vagy égőházban kell segítséget nyújtani, akkor tűzoltók vagyunk, akkor igazából csak az különböztet meg valóban egymástól minket, hogy a hivatásosok ezért pénzt kapnak, az önkéntesek nem, ezért nagyon leegyszerűsített, és én azt gondolom, nem is szabad csak ezt figyelme venni, de nálunk is van arra példa, hogy most végezi egyik tagunk, aki korábban önkéntes tűzoltói tevékenységet kezdett nálunk, ő most éppen a katasztrófának a kiképzési központjában, és ha jól tudom, akkor február-márciusban fog felszerelni hivatásos tűzoltónak. Tehát abszolút működik, de olyanról is tudok egyébként, aki hivatásos tűzoltó volt sok évig, aztán civil munkáját választott magának, de közben maradt tűzoltó egyesületben, és önkéntesként tovább dolgozik, úgyhogy abszolút van átjárhatóság a kettő között. Miért jó egyébként? Miért most ugye az egyik célunk a mai műsorral az, hogy egy kicsit toborozzuk az önkénteseket, miért jó ez nekik? Hogy én azt gondolom, az elsődleges, aki ilyen tevékenységet szeretném igazán segíteni a karási személy, a bajba jutottaknak segítünk. Legalábbis magamból kiindulva és a társaimat ismerem, tudom, hogy mindannyian segíteni szeretnénk a bajba jutott embereken. Mi ezzel a lehetőséggel szeretnénk, nyilván ez érdekel minket, nyilván fiúként, férfiként ezek a dolgok tetszenek nekünk, ezt eltagadhatatlan. Szeretjük, amikor szól a kék lámpa, szól a sziréna, felülünk arra a nagy tűzoltóra, de mégis van bennünk egyfajta jó érzés, hogy segíteni megyünk embereken. Nyilván van egyfajta tevékenység az úgynevezett mentő tűzben, amire erről beszéltünk, a másik pedig, amiről már mi is többször beszélgettünk itt a Fejvár televízióban, az úgynevezett megelőzés, amikor a társadalomnak tudunk olyan információkat segítségül adni, ami esetleg megelőzheti a bajt, segítünk megelőzni a tüzeket, de ez is azt gondolom, hogy segítségnyújtásról szól, úgyhogy én összefoglalva egy mondatban, az való közénk, aki segíteni akar másokon. Erről fogunk is majd beszélni még egyébként, de amit most említettél a megelőzésekről, de hogy zajlik a munka, hogy kell ezt elképzelni, mondjuk jön egy riasztás, például amikor bent vagytok, mert elmentek a hivatásosok, akkor hogy néz ki ez a csapatban? Akkor úgy néz ki, hogy mindenkinek van egyfajta alapvégzettség, ugye ez az alaptanfolyamon beszéltünk, ezt később lehet tagozítani, különböző szakfelszerelések vannak a tűzoltóúton, ugye kedves nézők is biztos látták már az úgynevezett feszítővágó rendezések, műszaki mentéshez való felszerelések, aztán láncfűrészek, egyéb kisgépek, ezekre mind lehet szakosodni, és úgynevezett ilyen kisgépkezelői jogosítványt szerezni, meg hát magán a tűzoltóúton, ugye a szivattyúkezelői. Vannak nálunk a csapatban, akik különböző ilyen jogosultsággal rendelkeznek, mindenkinek van ugye védőöltözete, és nálunk is ugyanúgy működik egyébként, mint a hivatásos tűzoltóknál, mi telefonra kapjuk az értesítésünket, akkor, amikor a 112-es segélyhívón valaki segítséget kér, akkor ugye a hívásfogadó központból eljut mindig egy adott megyei műveletirányítása, katasztrófa műveletirányítása, aki a legközelebbi tűzoltó parancsnokságra továbbítja ezeket az adatlapokat, és abban az időben egyébként az az önkéntes tűzoltó, aki azon a területen vállalta, hogy ő segítséget nyújt, ő a
telefonjának tagok megkapják ezt az értesítést, és akkor ugyanúgy felöltözzünk a védőruhánkba, lehető leggyorsabban egy-két percen belül elindulunk fölünk a tűzoltóra, és megyünk segítséget nyújtani. Nyilván megvannak nálunk azok a leosztások, úgy vagyunk egy csapat, hogy van közöttünk tűzoltásvezető, van közöttünk, aki sofornek alkalmas, különböző, ahogy említettem, eszközök berendezések kezelése alkalmasak. Általában négyen szoktunk lenni minimális létszám. Egy tűzoltó egység beavatkozáshoz nagyjából minimum négy fő kell, hogy el tudjuk látni ezeket a feladatokat. Úgyhogy valóban igazából ez úgy működik, ha bent töltjük az időnket, akkor nagyjából ugyanúgy, mint a bármilyen tűzoltóságon. És akkor beszéljünk néha némi szót, illetve fejtsünk némi szót a közelgő ünnepekről. Ugye jön advent, karácsony, ilyenkor a legfontosabb talán felhívni az évközben a figyelmet a tűz megelőzésére, a lakástüzek megelőzésére. Egy picit beszéljünk arról, hogy mi mindent tudunk otthon tenni ennek érdekében. Még mindig egyébként a lakástüzeknek a legelső kiváltó ok az a nyílt háng használat, vagyis az emberi tevékenység, öngyújtó, gyufa, gyertya, mécses, sütés, főzés. Hát ebben az időszakban ugye ez megsokszorodik a családok életében, a lakásokban. Már amikor készülünk az ünnepre, ugye most hagytuk el éppen a Mindenszentek ünnepét, aztán ugyan jönnek majd az adventi koszorú gyújtásnak a pillanatai, mécseseket, gyertyákat fogunk használni, ne adj Isten csillagszórót, díszítjük a lakásunkat mindenféle ugye égőberendezéssel, és hát ugye pontosan tudod, hogy a hölgyek ilyenkor ez a sütés-főzést is aktívabban végzik, és hát valóban ezek a veszélyforrások ott vannak körülöttünk, és ezekből nagyon könnyen tűzkeletkezhet. Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy gondoljuk át, hogy hol gyújtunk gyertyát, hol gyújtunk koszot, pakoljuk el az éghető anyagot. Ugye a tűzhöz nem kell sok minden, levegő kell hozzá, az oxigén, a levegő oxigénje, éghető anyag, valami gyújtóforrás, ami fölmelegíti ezt az éghető anyagot a gyulladáspontra, és akkor tulajdonképpen kialakulhat a tűz. Rengeteg éghető anyaggal vagyunk körülvéve, koszorúk, adventi koszorúk, gyertyák, mécsesek, de akkor pakoljuk el esetleg az asztalról az abroszokat, szalvétákat, lakástextiliákat, tegyük egy fémtálcára azt a koszorút, tegyük egy fémtálcára azt a gyertyát, mécsest, amit szeretném gyújtani. Érdemes esetleg egy korsó vizet, egy üveg vizet bekészíteni ebbe a szobába, hogyha mégis meggyullad a koszorúnak egy rész, akkor gyorsan le tudjuk önteni, hiszen mindig a kis tüzekből lesznek a nagy tüzek, hogyha odafigyelünk és nem hagyjuk fel egyet nélkül, akkor a kis tüzeket is el tudjuk csípni, meg tudjuk menteni magunkat, családunkat, és ami nagyon fontos, hogy ugye sajnos Magyarországon már több mint 50-en meghaltak idén lakástűzben, a fő kiváltók az a nyílt láng használata volt, ahogy említettem, viszont egy nagyon érdekes statisztikai pont, hogy azokban a lakásokban, ahol volt füstérzékelő felszerelve, ott nem történt halálos tragédia, hiszen ugye a füstérzékelő képes arra, már a lánggal égés előtt jelezze ezt a füstöt, hogy mikor forró gőzök, gázok válnak ki ebből az anyagból, hogyha valami meggyullad, ennyien hangosan visítanak ez a füstérzékelők, plafonra kell őket szerelni, hogy már a tűzzel lánggal égés előtt észre tudjuk venni a tüzet, és tudunk cselekedni. Azt gondolom, ez a 2-3-4 ezer forintos beruházás minden családban megéri ezt a befektetést, hogy biztonságban tölthessük az ünnepeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél, és hát olyan témában ne találkozzunk, amikor mentésről van szó, de minden más olyanról, amikor beszámoltok gyarapodásról, mint például most is, akkor szeretettel várunk. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Ki gondolta volna, hogy idén 10 éves a diáktanács? A jubileum alkalmából Mészáros Attila alpolgármester és Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a fiatalokat a Városházán. 10. születésnapját köszöntötte, s egyben megtartotta a jubileumi tisztújító ülését a székesfehérvári diáktanács. Az ülésen Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a jubiláló testületet és kiemelte, a diáktanáccsal egy székesfehérvárhoz kötődő rendszer jött létre, amely nem csak a fiatalok, de a városvezetés számára is fontos visszajelzéseket, ötleteket, javaslatokat ad, és segít a döntések előkészítésében. Egy évtizedes tapasztalatunk az, hogy nagyon is fontos a diáktanács és egyáltalán a diák önkormányzati rendszer működése az önkormányzat szempontjából is, hiszen rengeteg fiataloktól érkező ötletet csatornáz be a mi döntéshozatali folyamatunkba, hiszen bár szeretnénk, de nem tudunk az időbe visszamenve fiatalként ott élni közöttük, és nagyon fontos, hogy a fiataloktól olyan vélemények jöjjenek, amik biztos, hogy hitelesek, hiszen a fiatalokat fiatalok képviselik ebben a döntés előkészítő folyamatban, és erre számos példa van a 10 év során, nagyon sok szép, ma már szinte azt mondjuk, hogy hagyományt lehetett kialakítani, és ezek mind-mind a fiataloktól jövő ötletek, javaslatok voltak. Mi nekünk egy dolgunk volt, hogy megadjuk a fórumot, a keretet arra, és ahhoz, hogy ők ezeket megfogalmazhassák, és utána pedig az ötleteket végre is tudjuk közösen hajtani. Most szép nosztalgia lesz, azt hiszem, ebben
mostani ünnepségben, hiszen köszönhetjük azokat is, akik a MÁ-ban dolgoznak, de azokat is, akik az elmúlt 10 évben dolgoztak a fiatalokért fiatalként, és hát közöttük most már vannak olyanok, akik ugye egyetemisták, sőt vannak olyanok, akik úgymond a nagybetűs életben teszik a dolgukat már a mindennapokba. Bízom benne, hogy számukra is ez egy pozitív élmény. Én valamit meg tudok erősíteni, hogy nagyban hozzájárultak az elmúlt 10 év ifjúságpolitikájához Székesfehérváron. A 20 ezres városi diákság érdekképviseleti testületének történetét, tevékenységét Mészáros Attila alpolgármester prezentációjában összegezte. A városvezető köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki az elmúlt 10 esztendőben segítette a diáktanács tevékenységét, és arra kérte a résztvevőket, hogy folytassák ezt a munkát. Két fontos célja van a mai diáktanács közgyűlésnek. Egyrészt visszaemlékezünk az elmúlt 10 évre, hiszen jubilál a székesfehérvári diáktanácsa az idei évben, hiszen szinte napra pontosan 10 évvel ezelőtt alakult meg az első székesfehérvári diáktanács. Akkor az volt a célunk, ami ma is, hogy az a mintegy 20 ezer diák és Székesfehérvár önkormányzata között egyfajta híd szerepet töltsenek be, és legyen egy olyan közösségformáló csapat, akik minél több programba és sok minden egyéb fejlesztési lehetőségbe be tudják vonni a Székesfehérváron tanuló diákokat. Én azt gondolom, hogy nagyrészt ezt a célt tudta teljesíteni a Székesfehérvári Diák Tanács. Én köszönöm mindenkinek, aki segített ebben, azoknak az aktív fiataloknak, akik az elmúlt 10 évben részt vettek ebben a munkában, azoknak a diák önkormányzati munkát segítő kollégáknak, akik segítették a fiatalokat ebben a munkában, és minden olyan civil szervezetnek és partnernek, aki aktívan ebben részt vett. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk ezekre a fiatalokra, hiszen ők a szabadidőkből áldozva dolgoznak, tesznek azért, hogy a székesfehérvári diákság közössége az még erősebb, összetartóbb legyen. Én nagyon bízom benne, hogy ez a 10 év, ez majd sok újabb 10 évet követ majd a város életében, és utódaink is majd fognak tudni ezzel a lehetőséggel élni. Nyilván igyekeztünk az országos ifjúsági életben is részt venni, hiszen az elmúlt 3 alkalommal itt volt a Diák Parlament is, az Országos Diák Parlament Székesfehérváron, és az Országos Diák Tanács is rendszeresen itt ülésezik, illetve más városok fiataljaival is aktíva kapcsolat, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a következő évben is, években is így lesz. És hát ma pedig új elnökséget, új elnököt és 3 új alelnököt választanak majd a tagok maguk közül, akik ebben a tanévben vezetik, segítik a diáktanács munkáját. Komáromi Péter köszönetet mondott a bizalomért, és biztosította a jelenlévőket, hogy továbbra is segíti a tanács munkáját, és a leköszönő elnökség nevében az elmúlt 10 év történései dokumentáló fotókönyvvel ajándékozta meg Cserpalkovics Andrást. Az elmúlt ciklus ugye kicsit nehézkesebb volt a pandémia miatt, de ahogy tudtuk, megoldottuk, a kommunikáció megmaradt, ugye ezt lehet látni most a létszámon, ugyanúgy fent tudtuk tartani ezt a közösséget, ami eddig is megvolt, és ugyanúgy tudtunk dolgozni, kicsit kevesebb sikerrel, de tudtunk együtt dolgozni. Beszéljünk azokról a kapcsolódási pontokról, amelyek az önkormányzatot, illetve a diáktanácsot összekötik. Hát ugye alapjáraton van egy-két ember itt a városházán, akikkel közösen együtt tudunk dolgozni. Ugye az alpolgármester úrral, illetve a polgármester úrral is könnyen ment a munka. A köszöntők után került sor a jubileumi tisztújításra. A diáktanács új elnökévé Csüri Bencét, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulóját választották, aki az előző tanévben alelnökként tevékenykedett a diáktanácsban. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!